János, szerinted mi a legrosszabb attitűdje egy riporternek, amikor egy olyan alannyal találkozik, olyat kérdez, aki elvesztette a lábát? Tehát mi a legrosszabb riporteri attitűd? Hogy nem kell kérdezni egy ilyen alanyt? Hát, hogy jaj, szegény. Már nem így kell beszélni, mert hogy hát régen tetszett elveszteni a lábát. Hanem az elvesztette a lábát mikor? Tehát gyakorlatilag, és ráadásul én ebbe elég jó vagyok, már úgy értem, hogy van tapasztalatom, én ez onnan ered valószínűleg, hogy én gyerekkoromban egy intézetben voltam, ez a háború után volt, és ott sok srác volt, aki háború sérült volt, játszott a aknával, levitte a kezét, lábát, tehát ezekkel a srácokkal együtt voltunk, és az teljesen természetes volt, mondjuk kettőnek nem volt, egyiknek nem volt, emlékszem, két alsó keze, és így fogta a pingpongütőt, és így pingpongoztunk, és mindenképpen meg akartam verni, és anyáztam, hogyha neki, ha futballoztunk, akkor ő a mankóval cselezett, és gáncsolt el, és én elküldtem a jó édes anyába, és este a hálószobába, ugyanazok voltak, mint mi, csak éppen nem volt kezük vagy lábuk, és akkor emlékszem, hogy azt a kérdést föltettem, amit szeretnék neked is, tegezhetjük egymást? Kérlek szépen. Jó. Hogy te, aki nem volt lába, azt hiszem tértől, vagy igen, vagy térd alatt, mondom, neked szokott viszketni a talpad? Mert hát az idegek csak, arra már nem, a válaszra nem emlékszem. Hogyha szokott, akkor megkérdezik, hogy hogy vakarja, ha nem szokott, akkor nem volt több kérdésem. A húgom, az gyerekparalízises lett 16 éves korában, 18 éves korában, óvónő volt. Az egész életét lábgéppel, mankóval járta végig, és számomra teljesen természetes, hogy egy úgymond olyan emberrel, aki valamit elveszette, valami hiányzik neki, valami sok neki, Azt az ember rögtön megkérdezi. Egy társaságban ülsz, és valakinek nincs keze. És nem ismerik egy, mert akkor mutatkoznak be. Én leszek az első, aki azt mondom, hol vesztetted el a kezed? És mindig láttam, hogy megkönnyebbül. Aztán képzeld el, leestem a gyerekkoromban az emeletről, és kitörtem. Mert mesélik, mert tudom, hogy mindenki néz, és mindenkinek ezen jár az esze. Ez így van, Réka? Te is megtapasztaltad? Igen, igen. Amikor egy új társaságba megyek, akkor nem mindig fedezik föl, mert hát reménykedem benne, hogy tényleg annyira jó a mozgáskoordinációm, hogy elsőre nem tűnik föl az embereknek, ha hosszúba vagyok. És amikor meg felfedezik, hogy mi a helyzet, hogy hány végtagom van, akkor mindig van egy ilyen kínos csendnek hívom, mert az emberek ezzel a témával kapcsolatban tényleg feszengenek. Ott vannak a fejükben ezek a kérdések, hogy vajon hogy történhetett úristen gyerekkora óta, vagy mostanában, vagy mi a sztoria, tudni akarják, és sokszor nem merik megkérdezni. Akkor te zavarba jössz, amikor azt érted, hogy a másik emiatt zavarba van? Hát a zavartság az ragadós tud lenni, úgyhogy próbálom néha elejét venni, és egy kicsit nyitottabban kommunikálok, hogyha nem meri megkérdezni, akkor rákérdezek, hogy figyelj, van ez a helyzet, téged hogy érint ez a dolog, vagy hogy meg akarod-e kérdezni, hogy mi történt. Gyerekeknél például nagyon egyszerű ez a kommunikáció, hogy ők egyből rákérdeznek. Hát világos. A gyerek miért? Ugye a gyerekek legtöbb kérdése, leggyakoribb kérdése az, hogy miért. Ugye megkönnyebbülés szerintem. Én most is legyünk túl rajta, hogy három mondatban elmondod esetleg, ha valaki nem tudná, hogy te hogy vesztetted el a lábad. Igen, én amúgy szoktam viccelődni, mert a humor az egy nagyon nagy erő forrás, amikor valaki meg akarja kérdezni tőlem, hogy mi a helyzet, akkor azt szoktam leválaszolni, hogy elvitte a kis cica, vagy összeverekedtem egy vérfarkassal, és ő győzött. Tehát, hogy mindig vannak valami olyan, mindig mondok valami olyasmit, amivel oldani tudom a feszültséget. Egyébként a komolyabb sztori az, hogy volt egy autóbalesetem 14-ben, úristen, az már 6 éve volt, Megy az idő. Hét is. 21 van. Én fejben még 20-nál vagyok leragadva. És akkor ott az autóbaleset kapcsán úgy sérültem, hogy sajnos nem tudták megmenteni a lábamat.
Azóta viszont nem csak, hogy negatívumokat éltem meg ezzel kapcsolatban, hanem hogy egyenesen a legjobbat tudtam kihozni belőle is. Most pedig tényleg ott vagyok, hogy teljesen elfogadom, hogy ez a sztorim, ezt hirdetem, erről beszélek, vagy blogolok, és ez így kerek történet. Lehet mondani azt, hogy ebből élsz, most idézőjelbe, hogy a lábad történetét meséled, és az azóta eltelt időt és a te hozzáállásodot a nem lábadhoz? Van egy ilyen hozadéka az életemnek. Ugye civilben én tanulok és dolgozom, elsősorban sport területén, és emellett meg nagyon szeretem azt, amikor sok-sok ember összegyűlik, és történeteket mesélünk. És amikor megosztjuk egymással az életsztorinkat, akkor az egy olyan fantasztikus, rengeteg tanulság jön le belőle, rengeteg érzelem jön föl, és ez egy öngyógyító folyamat egyébként nekem is. De nem unod? Igaz lelkedre? Újra és újra elmondani? Hát volt olyan, amikor meguntam, igen. És akkor egy kicsit újra kellett formálnom, vagy csak bizonyos aspektusát mondtam el. Az az érdekes, hogy ugye tanultam előadni, és ott nem minden, tehát hogy azt tanították meg nekem, hogy a sztoring az nem egy síkú, az rengeteg érdekesség van benne, lehet fűszerezni, lehet csak egyik részét elmondani, bevonni a közönséget, nagyon különleges az, amikor valaki így akarja kifejezni magát, és én nagyon szeretek előadni. Meg azt is szereted, hogyha meg tudod ríkatni az embereket, ugye? Azt meg nagyon, igen. De az miért jó? Fú. Ha be akarunk vágódni az erik, azok most valamikor bőgni kell, majd így sél, és akkor egy kicsit könnyezni próbálok. Nem tudom, a sírás az egyszerre szomorú és boldog pillanat is tud lenni, amikor valaki együtt tud érezni a másikkal, és talán reflektálni is tud a saját élete történetével az elmondottakhoz. Nem akarom átvenni a szerepedet, soha többet. Hát nem akarok én kérdezősködni. Kérdez, biztatnál. Azt akarom megkérdezni, hogy melyik volt a lábad elvesztésének a legrémesebb pillanata? Amikor fölébredtél a műtét után, és oda néztél, és nem volt, amikor először meggyógyult, és így megfogtad a csonkot, melyik volt a vacak, az igazán vacak szarérzés ezzel kapcsolatban? Én tudatomnál voltam egy csomó ideig, amikor a baleset megtörtént, és látni, hogy mennyire szét volt roncsolva a bal lábam, az egy tragikus pillanat volt, és az még tragikusabb volt, amikor nem tudtam, hogy túlélem-e. Szóval... Ez meddig tartott, ez a kétesélyesség? Hát, ha jól tudom, akkor kb. 20 perccel a baleset után jöttek ki a mentők, de addigra már nagyon elvéreztem. Uh-huh. És amikor betoltak a 60-i kórházban, akkor az orvos azt mondta, hogy olyan fehér voltam, mint egy lepedő, és hogy azt gondolta, hogy én ezt nem fogom túlélni. Hál' Isten nem volt igaza. Hál' Isten nem is. A tragikus pillanatokat szerintem mindig felváltja, vagy hoz utána egy ilyen euforikus pillanatot az élet, amikor meg azt érzed, hogy kijöttem belőle, megcsináltam, élek, kaptam egy második esélyt, jó, akkor most már mindent ki akarok hozni ebből az életből, amit csak lehet, ami bennem van. Réka, az mind múlik, mert nagyon könnyen lehet belesüppedni abba, hogy az ember először veszi azt észre, hogy nincs egy lába, mint sem, hogy örüljön annak, hogy maradt egy és él. Mind múlik. Tehát ezt át kellett kattintani az agyadba, hogy nem. Örülni a jónak? Nem, ez jött. Magától ott van. Hogyha közel vagy a halálhoz, és érzed azt, hogy akkor itt most csettintésre vége szakhat az élet, akkor utána annyira boldog vagy, hogy fölébredsz másnap megcsonkoltan, akárhogyan a műtőben, vagy a kórházban egyszerűen nem... Leírhatatlan érzés. Próbáltam most, hogy így vissza-vissza pillantottam a régebbi időszakokra, próbáltam leírni, megfogalmazni, hogy mi is volt ott, de nagyon nehéz, mert a szavak nem fejezik ki ezt. Annyira boldog pillanat volt. Ez érdekes, hogy belegondolok ebbe a helyzetbe, hogyha én járok ezt így. Ezt akartam volna kérdezni. Én járok így, és fölébredek, és ránézek a lábamra, ami nincs.
Hát én azért nem lettem olyan happy, mint az Erika, hogy attól, hogy élek. Tehát, hogy élek, és ezt látom, az... De később se, János. Tehát egy hét után az ember elkezd ezzel megbarátkozni. Ennek gondolom van egy fájdalmas időszaka, az elfogadás. Én azt hiszem, hogy különbözőek vagyunk ebből a szempontból. Tehát éppen ma mondta a feleségem, aki egy abszolút életszerető, életvidám, klassz csaj, ha ő egy dolog miatt lenne öngyilkos, ha megvakulna. Épp most ezelőtt másfél órával kávéztunk, és nem tudom, ez hogy jött szóba. Azt mondja, hogy én sötét, és nem látok semmit, és így kelljen az hátralévő életemet végig tapogatni, hogy hol vagyok, azt mondja, azt nem. Na most van, aki a lábát elvesztve teljes depresszióba zuhan, apátiába. Erika szerencsére pont az Réka. Ellenkezőjét. Réka. Réka. Ez, és ez nagy szerencse. Szerencséd van magaddal. Igen. Hogy ilyen személyiség. Igen. Egyébként van egy második nevem, a Panna, úgyhogy nagyon szeretem, és nagyon kevesen szólítanak úgy, hogyha esetleg az most jobban tetszene. Most jót akarom, hogy pannázzuk, jó? Mostantól kezdve pannázzuk. Visszakanyarodva még egy gondolat, hogy nem mindenki képes bizonyos dolgokra, és ezzel nem... Tehát ezt nem lehet összehasonlítani. Vannak olyan emberek, akik túlélnek nagyon nagy fájdalmakat, és igen, utána tudnak mosolyogni, valakik meg csak egy bizonyos szintig tudnak eljutni, de ez nem jelenti azt, hogy valaki ügyesebb, erősebb, életképesebb, csak egyszerűen az élet bizonyos feladatokat úgy hoz, hogy valaki csak erre képes, valaki meg másra képes. Neked volt olyan periódus vagy pillanat, amikor átutott az agyadon, hogy bárcsak véget ért volna ez az egész? Nem, mert én annyira szeretem az életemet, hogy így nekem annyira egy sors feladatommá vált az, hogy segítsek a sorstársaimon, és kihozzak mindent a második életemből. Ezt úgy hívott, hogy második élet. Igen, ez egy újjászületés volt. János, neked van olyan, hogyha valami Isten ne adja, történt volna, vagy történne veled, akkor úgy járj el, hogy ilyen gondolataid legyenek, mint a feleségednek? Tehát, hogy én így nem szeretnék élni. Van ilyen képességed, amit ha elvesztenél, akkor azt mondod, hogy olyan sok értelmét nem látom? De megmondom őszintén, hogy ezt nem gondolkodtam. Az öngyilkosságon gondolkodtam, nem azért, mert hogy én öngyilkos akarok lenni, de hogyha valaki öngyilkos akar lenni, nagyon kétségbe van esve. Azt kitalálni, hogy hogyan, mikor, figyelemmel lenni a rokonok, nem otthon lenni öngyilkosnak, a kádba fölvágni az ereket, és akkor hazajön a szeretted, és ott fekszül vérbe. Hanem máshova elmenni, de hogyan? Ezt százszor végig gondoltam. De miért gondoltad ezt végig? Eljátszottam ezzel a gondolattal. Én, ha öngyilkos lennék, csak egy módon szeretnék gyógyszer, hogy elalszom, és nem ébredek többet föl. De hogy milyen gyógyszer kell, abból mennyi? És azt se otthon. És téged volt olyan, hogy valaha meglegyintett a halászele? Az elmúlás? Tehát nagyon megijedtél. Hogy ennek vége lehet? Nem. Hál' Isten, nem volt ilyen kalandó. Akkor, amikor azt diagnosztizálták nálad, hogy tüdőrákod van, akkor se ijedtél meg? Fura módon egyáltalán nem. Hogy tud, miről van szó, mert ő tudja. Elküldött a orvos, nem tudom, köhögtem, hogy csináljanak nekem egy MRI-t, megcsinálták az MRI-t, kijövök, ott orvos vagy professzor, egy nagyon komoly arccal leültet, azt mondja, Szilágy úr, az a helyzet, hogy önnek tüdőrákja van. Hazamentem, mondom a Györgyinek, te azt mondták, tüdőrákom van. De ezt így mondtad, mint hogy azt mondtad volna, hogy nem találtam parkolóhelyet. Tárgyilagosan? Igen. Szóval nem, és valahogy talán megéreztem, hogy ez nem lehet, mert én tudom, hogy nem rákba fogok meghalni, ezt már 40 éve tudom, hogy én nem rákban fogok meghalni. De ezt honnan tudja? Hanem, ezt érzi hanem, az ember igen? Szerintem. Hanem a szívem föl fogja dobni a talpát, hogy egy képzavarral éljek. Lényeg az, hogy kiderült, megoperáltak, 1000 mintát vettek, mind negatív volt a szövet minta, mind negatív volt. De ugye VIP beteg voltam, és rájöttem, hogy annak vannak előnyei, mert szebb szobát kapsz, meg nem tudom micsoda, de a hátrány, hogy neked akarnak ugrani, hogy azt mondják, hogy én
Y-t, az angol királynőt én operáltam meg. Hát ez egy nagy szó. Hát a Szilágyinak megkiugrottak. Ha tetszett neki, ha nem. És abszolút kiderült, hogy nem volt rákom. Nem volt rákom. Egy gyerekkori tuberkulózis volt be... Tokosodva? Tokosodva, igen, köszönöm. És azt nézték ráknak. Annak viszont utána néztem, bementem a tüdőgondozóba, ahova járni kellett régen. Kötelező volt a tüdőgondozóba járni egy évben egyszer, mert egy rendőr jött, hogy ha nem mentél be. Ugyanaz, az kötelező volt. És ott emlékszem, hogy csináltak egy fel, engem mindig visszahívtak. Hogy, és akkor mindig megállapították, hogy ja, ez az. Ezek nem állapították meg, hanem megoperáltak. És annak tudod a magyarázatát, hogy miért nem ijedtél meg? Mert az ember, mikor az orvos azt mondja, hogy tüdőrákod van, gondolhatott-e azt, hogy hát majd az ilyen, de amikor van egy ilyen diagnózis, azért csak betolik az ember. Hát úgy látszik, nagyon bátor vagyok. Nem tudom az okát, tényleg nem voltam betolva. Feleséged se? Nem tudom, fölhívjam. Hogy megkérdez. Nem, szóval nem csináltuk a nagy ügyet, gyorsan le is pergett az ügy. De az a 2 vagy 3 hét, amit ott a kórházban töltöttem ezzel kapcsolatban, az nem tartozik a kellemes élményeim közé. A depresszióról kérdezhetlek, mikor egy rövid ideig depressziós voltál? Erről nyíltan beszéltél. Hogyne. Hogy jön rá az ember arra életfejjel, hogy depressziós? Tehát az nem csak úgy, hogy föl kell kedden, vagy úgy van, és rájön arra, hogy hát nekem depresszió. Nem, hanem egész egyszerűen kezdenek a dolgok nem érdekelni. Tehát azt mondod, hát itt van a könyv, tegnap olvastam, ezt folytatni kéne, de hát nincs kedvem tovább olvasni. Nincs kedvem elmenni egy moziba. Semmihez nincs kedve. A legjobb, mikor este van, ágyba, hogy most aludni fogok, és most el fog telni 7-8 óra, és nem foglalkozom semmivel. Amikor először tapasztaltam ezt magamon, ez elég régen volt, akkor ezt azt hittem, hogy csak olyan rossz napjaim vannak. És akkor elmentem a Lipót mező előtt, amit régen a Diliháznak hívtak, hiszen az volt, ugye, ott idegbetegeket tartották, és elmentem mellette autóval, és akkor mondom, Jézus Mária, hát én, nekem nem rossz kedvem van, én beteg vagyok. A depresszió egy betegség. És akkor volt egy pszichiáter orvos ismerősöm, az elmentem, ki adott bogyókat, és az helyre tett. De aztán megint jött, szóval jött 2-3-szor rá, de most már akkor tudtam, hogy mi van, és akkor már rögtön mentem a dokihoz, hogy kérek szépen valami tablettát. Ennek van valami kiváltó oka? Tehát egy meghatározott stádiumhoz? Állítólag van olyan, hogy mit tudom én, a kedvenc macskádat elüti az autó, és totál kétségbe esül, és átmész egy ilyen depressziós szakaszon, de nekem nem, és az olvasmányaim szerint se nem kell kiváltó ok. Te akkor se ijedtél meg? Tehát amikor azt érezted magadon, hogy enervált vagy, életunt vagy, indisponált vagy, hogy ez nem az a János, amit én megszoktam magammal kapcsolatban. Tehát ez nem egy olyan fajta betegség, amitől megijedsz. Ebben szépen lassan belemész, és miután semmi nem nagyon érdekel, az sem nagyon érdekel, hogy benne vagy. Érted? Szóval egy pocsék állapot. Nagyon pocsék állapot a depresszió. És szerintem ebben a pandémiás korszakban ez nagyon sok embert elkapott. Réka, én láttam az egyik Insta sztoridat, azt hiszem a tavalyi évet összegezted, az nem volt túl vidám, amennyire emlékszem. Tehát abban volt ilyen instabilitásról volt szó, hogy egyedül vagy, hogy anyagilag se voltál annyira kiegyensúlyozott, de csak jobb lesz 2021. Azt hiszem, nem tudom szó szerint idézni, de valami ilyesmi volt a végkicsengése. Nem volt jó éved? Téged is egy kicsit a melankólia meglegyintett? Igen, és én úgy emlékszem erre a 2020-as évre, főleg úgy, hogyha kicsit még azt érzem, hogy benne vagyok, hogy ilyen kis mini depresszió volt. Nem tudom, hogy mi ez a depresszió dolog, de hogy én folyamatosan rosszul éreztem magam. Voltak szép pillanatok, amikor kijöttem belőle, de nekem az életem, életem központja a mozgás. Hogyha nem mozoghatok szabadon, akkor úgy érzem, hogy meg vagyok törve. Akkor mindenem olyan sötét fellegekbe borul, és olyan szomorkás vagyok. És ugye megműtöttek májusban egy csontkinövés miatt, és kb. Az egész évem arról szólt, hogy felépülés, mankózás.
Hát egy ilyen helyzetben az ember próbálkozik elmenni, kenúzni, meg a barátokkal tölteni időt, de azért az, amikor mindenhova mankúval kell közlekedned, vagy nem tudsz megcsinálni egy kakaót, és nem tudod bevinni az éjjeli szekrényre, az 20 évesként ez egy elég nagy törés tud lenni, főleg úgy, hogyha mondjuk hosszú ideig fennálló dolog. Erre nézve neked már megvannak a technikáid, hogy tudod magad kirángatni az ilyen állapotokból? Azt hiszem, a kreativitás az segít, rajzolok, festek, alkotok, ilyenkor valahogy egy ilyen olyan flow állapotba kerülök, amikor ki tudom szárni a nehézségeket az életemben, meg amikor a barátaimnak csak szimplán el tudom mondani, hogy én most rosszul érzem magam. És akkor ők azt mondják, hogy jó, akkor mit csináljunk, hogy jobb legyen. Szóval, ha csak kibeszélem magamból, akkor nekem az egy ilyen megkönnyebbülést tud adni. Azért ez megütötte a fülem, azt mondtad, hogy neked a mozgás a lételemed. Azért az egy érdekes dolog, hogy pont ebben kaptál te egy sebet a balesetnek köszönhetően. Ugye? Ez nagyon durva. Nem értem a sorsot, vagy hogy ki hogy mahinálja a szálakat, vagy hogy létezik egy ilyen nagyobb istenség, ami így adja a lapokat, hogy te ezt fogod kapni, te meg azt. De hogy nálam ez egy kicsit ilyen sorsszerű lett, hogy pont a mozgás szabadságomban vagyok korlátozva. Rájöttél te ennek a tanítására? Ha volt ebbe tanítás, vagy valami végzetszerűnek az akarata, vagy szándéka? Nem, és nagyon próbálkozom. Nem, egyszerűen lehet, hogy az a feladatom, hogy el kell engednem bizonyos dolgokat, tehát nem kell annyira görcsösen ragaszkodnom ahhoz, hogy mit tudom, egy futóversenyen elinduljak, bár nagyon szeretnék, meg ott vannak a barátaim, meg érzem azt, hogy nekem ez egy nagy felüdülés lenne, hogyha mehetnék, de ha éppen nem tudok elmenni, akkor sem kéne összedőljön a világ, hanem akkor helyette csinálhatnék valami mást. Ez még egy nehéz feladat. Ez még egy újabb feladat. Igen. Arról beszélgettünk ugye, hogy mennyire szereti megríkatni az embereket Réka. Én láttam egy előadását, elmondta a történetét, én is meghatódtam, de hát a közönség, ott szem nem maradt szárazon. Ha te ülsz egy ilyen előadáson, felálltak, ugye standing ovation volt a végén, ha te ülsz egy ilyen előadáson, az elképzelhetetlen, hogy te megkönnyezd? Valószínűleg nem fog könnyezni. Én nem is tudom, hogy mikor sírtam például utoljára. Arra nem tudok visszaemlékezni. Az, hogy egy bizonyos egy zene akkor könyvben nem bepárásodik a tekintetem, de az, hogy én sírjak, erre hál' Isten az utóbbi időben nem volt példa, meg nem volt rá okom, hogy sírjak, és ugye mostanában nagyon sok ember hal meg az ismerősök közül is. Tehát volt kollega, barát, és valamelyik nap valakivel erről beszélgettem, hogy a halál kit, hogy vesz igénybe már a rokon ismerős szeretett halála. És én akkor szembe kellett azzal nézek, hogy én nem nagyon borulok ki egy haláleseten. Szerinted miért nem? Nem tudom ennek az okát. Tehát én nem vagyok például temetőjáró, én nem tudom, az apám el van hamvasztva, és be van téve bár az is lejárt szerintem. Nem is jársz látogatni? De kimegyek, és ott álljak egy betonfal előtt, mert oda van betéve. Hát az apám itt van. Belül. Itt van, vagy nincs. Attól függ, ugye, kinek milyen viszonya volt az apjával. De furcsa módon bizonyos emberek, akiket aztán abszolút nem ismerek, azok úgy és meghalnak, azok úgy megütnek. Ilyen volt az Ayrton Senna, az az autóversenyző. Ilyen volt a Benedek Tibor. Egyiket sem, a Benedek Tibort sem ismerte. És valahogy az úgy megütött. De könnyezni akkor se könnyeztél? No. Uh-huh. No. Nem szólsz. Ez szerinted miért van? Nem lehet az, de ez csak egy megoldó képlet, nem biztos, hogy igazán van, hogy te távol is tartod magad. Tudatosan ezektől az érzelmi szféráktól, vagy ilyen érzelmi auráktól. Tehát azzal te nem akarsz olyan értelemben kapcsolatot létesíteni, hogy bevonódj.
lehet, hogy ez egy automatikus védekezés, amiről én nem tudok. Hogy van rajtam egy olyan páncél, amit nem én vettem fel, és nem is érzem, hogy rajtam van, és mégis rajtam van. Ez lehetséges, hogy jó felé kapizsgálsz, de erre nem tudok magyarázatot. Lehet erre azt mondani, hogy ez egy milyen szemtelen, cinikus fráter, ugye, hogy így meg... Én ilyen vagyok, és erről én nem tehetek. Ezt én utólag állapítottam meg magamról, hogy egy temetésen, és voltak, ugye temetése akkor megyek, hogyha nagyon közeli, szóval jó barátom, vagy akkor, hogyha tudom, hogy a rokonok, akik ki vannak a temetésen, az én ismerősöm, hogy barátom, rokon, a feleség, apja, stb. Gyerekei, azok pontosan fogják tudni, hogy én nem voltam ott, és azzal megbántom őket. Ezt azért tudom olyan pontosan, amikor az apámat temettük, akkor megtudtam, hogy volt, nem tudom, 80 ember. Név szerint megtudtam volna mondani, hogy kik voltak ott. Nem tudom miért, és azt is tudtam, hogy az a három ember, aki nincs ott, azt nem vettem jól névem, mert azt hittem, hogy ott lesznek. És cserben hagytak vágyal apukádat. Igen, de különben ez egy abszolút megfejthetetlen dolog, még egyszer mondom. A húgom az 3 éve halt meg. Ő egy mozgásért, mondtam nektek. És bemúlt egy ilyen elfekvő idősek otthonába Budakalászon, ahol rendszeresen hetente jártam. És egy utolsó szombaton már nagyon rossz állapotban volt, és többször mondta nekem, hogy Jánoskám, teljesen le volt bénulva. Tehát magyarul feküdt egy ágyon, és nézte a plafont. Még előtte 3 hónappal a telefont meg tudta fogni, és talán föl tudta venni. Az utolsó 3, 4, 5, 6 hónap, nem tudom mennyi, így feküdt. Etették, pelenkázták, forgatták. Ez nagyon kemény. És sokszor mondta nekem, hogy Jánoskám, úgy szeretnék meghalni. És azt mondtam, Julikám, én is nagyon szeretném, ha meghalnál. Ezt így megmondtad igen, neki? Igen, igen. Mert ez így volt, igaz. És amikor bementem hétfőn, hát az ápolónőket nagyon jól ismertem, és nagyon jól összebarátkoztam velük a húgom érdekébe. Tehát azért voltam nagyon kedves az ápolónőkkel, hogy az én húgommal jól bánjanak, ami egyébként így is volt. És akkor bementem hétfőn, ezután a szombat után, amikor már láttam, hogy már alig tudott beszélni hozzám, és akkor az ápolónő mondta, hogy János kérem, hát a Juli meghalt. És akkor mit mondtam én? Hülye ott az ápolóknak. Hál' Isten! Azt mondja... Csak ezt ők nem úgy értették. Ezt komolyan gondolja, mondom, hát persze, hogy komolyan gondolja, hát ez csak szenved, ez nem volt élet. Hát ezt még sose hallottuk, itt már sok ember meghalt a kezünk alatt, de ezt még sose hallottuk, hogy valaki azt mondja, hál' Isten! Ma is ugyanezt mondanád? Abszolút. Abszolút, mert tényleg úgy éreztem, hogy megszűnt a szenvedése. Azt el tudod fogadni, hogy van olyan fül, akinek egy-egy ilyen mondat érzéketlenségnek tűnhet? Biztos. Biztos. Biztos, de hát egyikünk sem magyarázkodik állandóan. Persze. Az élet fölfogásáról, a mondatairól, hogy mindent megmagyarázni, hogy most ezért miért pislogt, vagy miért csináltam így, mikor te mondasz egy történetet, és így csinálok. Egyik ember így csinál, a másik mosolyogva hallgat. Ezért vagyunk különbözőek. Még egy dologra válaszol, kérlek, homályát említetted a halált, és nem titok, hogy mi azért szoktunk műsoron kívül is beszélgetni. Vas Istvánnak volt egyszer egy mondata, aki azt mondta, hogy aki 80 fölött időnként nem beszél a halálról, az hülye. Mondta Vas István. Én téged még nem hallottalak soha, és ez nekem nagyon rokonszenves, hogy soha nem emlékezteted magad és a környezeted az élet végességére. Én ezt jól figyeltem meg? Tehát jól figyelted meg, de azért hosszú távú terveket nem szövegethetek. Tehát te neked volna egy gyönyörű villád a spanyol tengerparton. Ami sose lesz. És azt mondod, hogy Jánoskám, jövőre már te itt, ilyen 21-re már jönnek haverok, de 22 egy hónapot ott lesz. Szóval, apukám, azért gondoskodj egy második emberről is, mert nem biztos, hogy én megélem azt a 2 évet. Hát tényleg 85 éves leszek most májusban. Hát nem nézek ki annyinak, tudom.
Tényleg. Ezt megszokták, ezt megkapom mindig, hogy hát az nem lehet. Az tényleg nem lehet. És ebből most már vicceket szoktam. Lehet egyébként, hogy te 75 vagy valójában, vagy 70, és ezzel showműsort, ezzel tartod, nem? Turai Ida volt, azt ismertem, a Turai Idát, azt a színésznőt, aki azt mondta, Jánoskám, 100 éves öreg asszony volt már, azt mondja, Jánoskám, én 73 éves vagyok, vagy 75, nem tudom mire. És ha megkérdezik, hogy hány éves vagyok, én azt mondom, 85. Mindenki azt mondja, hát nem nézel ki annyinak. Most nekem nem kell azt mondani, mert én tudom, hogy nem nézel ki annyinak. Nemrégiben voltam a postán, vagy valami bankba, ott valami papírt be kellett adni, ott a kislánynak, és csak kiszólt, bocsássam, hogy itt valami tévedés van. Mondom, mi? Azt mondja, hát ide a születési évek 36 van beírva. Hát mondom, ezek hülyék. Hát mondom, 46. Ja, igen. Mondom, ne javítson bele a szemébe, de majd fogom és átiratom. Réka, veled volt olyan, vagy van olyan, hogy egy pillantás, egy gesztus még meg tud téged sérteni? A lábamat illetően, vagy a sminkemet illetően? Lábadat illetően. Nem tudom, nem kapok bántó dolgokat. Nem biztos, hogy bántó az, amit az ember bántónak vél? Vagy belül úgy érzi, hogy ez bántás volt? Hát ha sajnálkoznak rajtam önkéntelenül, nyilván idegesít, de most nem fogok oda menni és elkezdeni mondani neki, hogy ne tedd a szád elé a kezed azért, mert sajnálsz. Mert az egy olyan dolog, hogy nem vesz észre is, jaj. Ennyit csinál. Erre nekem nincs hatásom. Nekem egyedül arra van hatásom, hogy mit gondolok magamról, hogyan érzek magammal kapcsolatban, és hogy mit teszek az életemben azért, hogy jól érezzem magam. A többi az rajtam kívül esik, most, hogyha bosszankodok rajta, nagyon ritkán szoktam, de egyébként nem oszt, nem szoroz, hogy ki mit gondol rólam. Te mondd, és ha ilyenről kérdezhetlek, ha már a sminkedet említette, te nagyon szép lány vagy. Gondolom, előtte, amikor ez a baleset nem történt, egy önbizalomittas, nagyon szép, jó önbecsüléssel rendelkező lány voltál. Nem. Ez például ott nem? Nem. Nem? Nem. Az mit jelent, hogy nem? Kívül nagyon önbizalomittas voltam, de belül nem találtam a helyem, vagy nem éreztem jól magam a bőrömben. Akármennyi bókot kaptam, akármennyi randi elhívást, nekem valahogy önmagammal gondjaim voltak. És tudod az okát? Nem alakult ki. Nem tudtam úgy fejlődni. És a balesettel teljesen megváltozott, és elkezdtem magamon dolgozni. Uh-huh. Végre volt terem, lehetőségem, időm, nagyon sokat olvastam a témában, nagyon sok előadást néztem, olyan emberekkel kezdtem körbevenni magam, akik felemeltek, akik kihozták belőlem azt, ami igazából legmélyen bennem van. Tehát pont, hogy nem a nőiességeden ejtett ez az önérzeteden valami fajta sebet, hanem pont, hogy fölemelt? Fölemelt, abszolút fölemelt. Nyilván vannak nekem is olyan napjaim, meg főleg a műtét környékén voltak olyan napok, amikor hát nehezen néztem a tükörbe. Nem tetszett, viszont átlagosan általában azt tudom mondani, hogy amikor magamra gondolok, akkor igazából el tudom képzelni azt, hogy rendben vagyok, hogy szeretem magam, hogy előre tudok menni az életben. Nekem ezek, tehát hogy végre először azt érzem, most a balesetem után, hogy tudom, hogy mit szeretnék, hogy mi az értékem, és hogy másoknak is jó. Bocsáss meg, mi az értéked? Az értékem? Igen. Azt tudom, hogy mi az értékem. Erre a kérdésre kéne nekem válaszolni, akkor begyúlnék a zsebembe, azt nem vágom, hogy semmiféle érték nincs nálam, hogy mi az én értékem, így nem tudom. Te meg ezt olyan magabiztosan mondod, hogy az értékem. Mondja az érték. Mi a te értéked? Mondja egyet. Én a szeretetre gondolok, az az értékem. Hogy te tudsz szeretni, vagy ez hát az... elsősorban tudok adni szeretetet, és tudok kapni szeretetet, és az egész egy ilyen áramlás, tudod, hogy így jön és megy, és hogy így mindenki jobban érzi magát tőle. És mondd, nem tudom, hogy van ez, de mondjuk a fiúkat ez mennyire ijeszti meg, vagy teszi bátortalanná esetleg ezzel szembesülnök? A lábatlanság? Még nem volt ebből probléma.
nagyon, nagyon nem gondolná az ember, azt gondolná elsősorban, hogy akár csak annyi, hogy egy kis horzsolás az arcon, vagy egy kisebb térdsérülés már problémát okozhat egy kapcsolatba, hát nekem még ebből nem igazán. Inkább azok voltak a problémák, hogy nem értettünk egyet dolgokban, vagy nem passzoltunk egymáshoz, de a lábamat szerencsére így nem körül forgott a világ. Te bocsáss meg, megkérdeztem most, hogy maga a baleset, azt ki okozta, te ültél a volánnál? Nem, most lett jogsim 2 éve. És ki volt? Vagy valami rokon, vagy barát, vagy? Egy ismerős. Akire egy csöppet nem voltál, ő volt a hibás? Igen. És nem voltál ezért el nagyon pipa? Eleinte nem, aztán kijött belőlem. Hogy neki köszönheted az egész utána lévő életedet. Igen. Vagy hát ennek csak, két oldala van az éremnek. Az eleinte úgy voltam vele, hogy arra szeretnék fókuszálni, hogy felépüljek, visszaálljak az egyetemre, a régi életembe, stb. Viszont amikor elkezdtem visszatérni a régi életembe, láttam, hogy ez már nem ugyanaz az élet. És olyankor kijött a feszültség is, és akkor írtam neki egy levelet, hogy mennyire okolom őt. Ő bocsánatot kért? Ő bocsánatot kért már egyből a baleset után. Rémes, egyszer egy olyan helyzetbe kerültem, hogy kifordultam a Szilágyi Erzsébet fasorra egy kis utcácskából, és nekem jobbra kellett haladnom. És kinéztem, hogy jön-e autó, nem jött. Kinéztem, ott jöttek. És megvártam, míg eljönnek, és valahogy az agyam azt a parancsot közvetítette, hogy innen nem jön, de közben már eltelt 40 másodperc. Kikanyarodtam, dur belém. Egy 70-72 éves, mint kiderült, orvos. Szinte letérdeltem a úgy, hogy bocsáss, mert én voltam abszolút hibás, jött a szerencsétlen, és kijön elé egy autó. Az én autómban éppen csak egy kis, nem is értem, egy kis karcolás lett az övé, félig meddig összetört, és mondom, mit hívjak, elvontatom, tessék be, én ott lakom mellette, egy kávé a doktor úr. De annyira helyes volt, hogy mindent megbocsátott, kihívtuk a trélert, de sose fogom elfelejteni. Ezt a baleset, amit én vagyok az oka, és hál' Isten személyi sérülés nem volt, de nagyon hülye helyzet volt. Nagyon hülye helyzet volt. És el tudom képzelni, hogy neked is ezen magán a balesetten sokszor végigmentél, hogy ki hogyan. Te láttad elő, beléd rohantak, vagy ő rohant bele valakibe? Nem, az autópályán kisodródtunk, tehát hogy még csak nem is az volt, hogy valaki okozta. És borulás? Igen. A többiek sértetlenül szálltak ki, ugye? Nem, azért ott is volt sérülés, viszont így életre szólóan annyira nem. Visszapörgette? Sokszor eszébe jut ilyen az embernek, hogy miért szálltam be? Miért nem indultam el korábban? Hazudnék, azt mondanám, hogy nem gondoltam erre, de én nem, tehát hogy én másra szeretnék figyelni. Nyilván ott van valahol legmélyen ez a gondolat, csak hogy ez engem hátráltat, hogyha állandóan azt hány torgatom föl, hogy a múltban mi volt, és mi lett volna, ha. Ezek a mi lett volna, ha a legrosszabb igen. Ötletek. Pedig ezt nagyon sokan játsszák, hogy mi lett volna, ha. Hogyha én nem vagyok ott azon a bulin, ahol a mostani feleségem ott volt, és ha ő nem úgy nevet, ahogy nevet, hogy én nagyon felszabadultan kacag. Nem azt mondom, hogy hangosan röhög, hanem nagyon olyan, tényleg, szóval odafigyel, és én álltam itt, mögöttem, 30 zsúfolásig volt egy pirinka lakás, telefonavatás volt, mert abban az időben, ez mikor volt, 35 éve. Valaki kapott 30 egy telefon? Kapott egy telefont, és meghívott egy tévés rendezőt. Ezt én is csinálom majd. És hát akkor nagy dolog volt, hogy valaki telefonhoz juthatott. És ott álltam, és a Györgyi erre a nevetése fölfigyeltem, és hogy odafúrakodtam, és ott bemondott, stb. De egyből már azzal a szándékkal, hogy megismerkedj vele. Nem, hát mondom, ez ki ez? Érted? Ez a fajta nagyon szimpatikus nevetés, és hát egy nagyon csinos nőből jött ki ez a nevetés. És oda mentem,
És azóta számtalan szó, és hát más dolgokban is az ember így elgondolkodik, hogy mi lett volna, ha a Györgyi akkor éppen nem nevet. Szerinted mi? Az egész élete volna? Más lett volna, mert nem mentem volna oda hozzá. Nem lehet az, hogy ha nem a nevetése miatt, hanem ott akkor abban a társaságban más miatt figyelsz föl rá. Tehát ki lehet ilyet kerülni, egy ilyen 35 éves szövetséget? Hát, mintha sokan voltunk, tömeg volt, rajta kívül is voltak csinos nők. Én nem akartam sokáig ott maradni, mert éppen írtam a Halló, itt vagyok című könyvemet, onnan mentem el, el voltam maradva. Ez így történt, de ezt már százszor lejátszottam magamba. Mi van, ha Györgyi nem nevet? Akkor az én életem más. Bár az a házasság, hál' Isten, már voltak mélypontjai, egy nagyon mélypontja, már épp hajszál volt, hogy nem megyünk szét, de akkor ez visszaépült, és most nagyon jól vagyunk, tényleg nagyon jól. Akkor vagyunk. Az is egy nagyon teoretikus kérdés, hogyha 57-ben, hogy te akkor mentél be a rádióba, ugye először, 57? Igen. Ha nincs a rádió, nincs a tévé, nincs ez az egész média, akkor te hogy alakul a te életed? Mit csinálnál te? Mit csináltál volna? Ezen gondolkodtál valaha? A kérdés nagyon jó. Nem gondolkodtam rajta, de mindenképpen valami szabad foglalkozás felé mentem volna. Így is azért lettem újságíró, meg rádiós, mert kerestem egy olyan fajta elfoglaltságot, ahol nem kell blokkolnom reggel 8-kor és délután 5-kor. Bemenni egy irodába, mert dolgoztam egy irodába, meg ezt utáltam. Nem is tudsz mondani egy olyan pályát, egy olyan szakmát, ami lehet, hogy hasonló lendületbe tudott volna hozni ennyi évtizeden keresztül, mint ami volt a kérdezés. Ezen sose gondolkodtam, de el fogod gondolkodni, és a legközelebb ide behívsz, megmondom. Jó? Jó. Réka, te gondolkodtál azon, aztán befejezzük ez a mi lett volna, ha játékot. Engem mondjuk nagyon érdekel, hogy hogy alakult volna a te életed, ha nincs a baleset? Mivel foglalkoznál? A baleset előtt egy mérnök szakon voltam. Mérnök lettem volna valószínűleg egy tervezőirodában, vagy egy gyárban, és valószínűleg éltem volna ugyanazt az életet, amit a baleset előtt. De az, hogy történt rám egy ekkora sorsfordító helyzet, ott kénytelen voltam változni. Tehát ha nem lenne baleset, valószínűleg teljesen más ember ülne itt, vagy nem is ülne itt talán, hanem élni a kis hétköznapi életét. Bár megsúgom, én is hétköznapi életet élek, csak időnként meghív valaki egy műsorba és mesélek. Ez hiányozna, ha nem lenne? Tehát ha most lenne az az életed, ami akkor volt, és mindez kimaradna, azért voltál címlapokon, előadtál, tehát az ünnepeltség és a kiemeltség érzését, azt megtapasztalhattad. Kicsit elérzékenyültem, nem az ünnepeltség szó miatt, hanem mert annyi jó emberrel találkoztam ez ideig. És annyira szép ez a sztori, ahogy így... Ez hogy érted, hogy jó emberek? Érdekes módon például az egészségügy. Mindenki arról regél, hogy ez mennyire sok sebből vérző intézmény. Viszont én a jó oldalát tapasztaltam. Állami intézményben voltam végig, ahol segítőkész nővérek, nagyszerű orvosok voltak, olyan gyógytornászokkal dolgoztam, akik hihetetlenül jól talpra állítottak, és nagyon szép emlékeket őrzök. Amellett, hogy nagyon nehéz helyzetbe kerültem, olyan, mintha egy ilyen, mintha tényleg egy kerek történet lenne. Majdnem, hogyha visszapörgethetnéd az időkerekét, lehet, hogy ez egy bizarr kérdés, akkor nem is biztos, hogy visszapörgetnéd, és kikerülhetnéd ezt a balesetet. Én nem csinálnám vissza. Nem csinálnám. Ez 100%-ra nem csinálnám vissza. Én inkább akkor vagyok zabos, vagy akkor vagyok szomorú, vagy minidep is, hogyha a szabadságomtól megfoszt ez az állapot. Tehát, hogyha nem tudok elmenni mankó nélkül bevásárolni a közérbe, vagy nem tudok elmenni egy futóversenyre, mert még éppen lábadozok. Tehát, hogy ez nagyon zavar, de az, hogy az az alapfelállás, hogy csak 3,5 végtagom van, az engem nem zavar. Tudjátok neked egy cinikus kérdést? Cinikus és szemtelen. Igen. És pofátlan kérdés. Te a nem létező lábadból élsz. Anyagilag gondolod? Egyáltalán. A léted az a levágott lábad és a műlábad? Hát, nem tudom.
Bizonyos százalékban valószínűleg így van. Tehát, hogy a, ugye sportszervező szakon tanulok, most már elkezdtem egy sportköztestületnél dolgozni, aminek ugye nincs köze a lábamhoz. Viszont amikor eljövök egy ilyen beszélgetésre, vagy csinálok egy előadást, vagy elmegyek kórházba önkénteskedni, akkor igazából azért vagyok megbecsülve, amit végigcsináltam. Uh-huh. Ilyen 60-40 százalék szerintem az arány. Most válaszolok neked arra a kérdésre, amit föltettem, mert azóta jár az agyom, hogy tényleg mit csináltam volna, ha én nem a rádióba kezdek. Engem nem vettek fel az egyetemre, mert... Melyikre? A közgázra akartam menni, mert polgári származási voltam. Ti ahhoz fiatalok vagytok abban az időben. Nem, ha valaki polgári származású volt, az hiába csinált 89%-ot a felvételin, neki 95 alatt nem volt esélye, a paraszgyerek az bemehetett 70%-kal is. Tehát magyarán, ha én nem kerülök a rádióba, akkor valószínűleg megint megpróbáltam volna az egyetemet, és talán túlteljesítettem volna a polgári származáshoz szükséges pontszámot is. Úgy nem nagyon látlak téged közgazdászként. Élvezted volna te azt? Tehát valami mindig is érdekelt a pénzügyek, nem a pénz, a pénzzel foglalkozni egy cégnek a léte a pénz. Csődbe megy, vagy nagyot profitál. De például ilyenbe dolgozni, hogy ezt csinálni, például nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy a rendszerváltáskor én vajon miért nem vállalkoztam? Szóval miért maradtam ebbe a szakmába, miközben lehetett volna vállalkozni? És már bánom, hogy nem kaptam bele, nem a pénzért, hanem hogy valamit csinálok. Én csinálom a legjobb szénsavas ásványvizet. A legszebb üveget, az én cégemnek az ásványvizét láttam a vendéglőknek a teraszán. Ezt úgy nagyon élveztem volna. Mondod az ásványvizet, ami kézzel fogható, ami mondjuk úgy, hogy megmarad az ember életműve után. Te azt gondolod, hogy a te életműved riporterként, az nem marad fönn ilyen értelemben? Hát marad néhány magnószalag, meg marad néhány videó, meg DVD. Te is így fogsz járni. De szerinted sok vagy kevés, vagy ettől nem lehet többet várni ettől a szakmától? Ez van, ahogy mondani szoktam. Meg hát írtam 2-3 könyvet, azok megmaradnak. De egy riporter, addig riporter, amíg csinálja, amit nem most éppen csinálsz, most riporter vagy. Én rólam már csak múlt időben lehet beszélni. Egy ponthoz kötöd, amikor ez már múlt idő lett? Nem tudom, mert... írok interjúkat, tehát most már az Elnek szoktam írni. A Évszakoknak. Évszakoknak, a ilyen nagyobb lapoknak, és nagyon élvezem. Szóval szeretek interjúkat írni, jó lassan írok, egy de és egy azonban között, egy félrejtől gondolkodni, vagy csak, hogy legyen, vagy... De élvezem, amit csinálok, és hát most nagyon szerény leszek. Nagyon jó interjúkat írok. Mindenki meg is van, szóval kérnek, hogy csináljam. Maradt ez, és ezt én nagyon élvezem. Most már nem szeretnék rádiózni, meg tévézni. Egyáltalán nincs ilyen vágyam. Ilyenkor, amikor többször is kérdezted Rékát, ilyenkor azért dobban egyet a szíved, hogy benn vagy egy rádióstúdióban, mikrofon van előtted, és kérdezhetsz. Vagy ez már... Nem, hát a Rékával most a villamoson ismerkedtem volna össze, vagy ismerném, vagy társaságba meghívná, és otthon a Réka, ugyanezeket kérdezném. Tehát én a mikrofon előtt, mikor még dolgoztam, ugyanúgy viselkedtem, mint a civil életben. Ez de jó. Szóval ugyanúgy, és ugyanazokat kérdeztem, ami engem érdekelt. Ugye azt én jól gondolom, hogy te... A balesetet megelőzően is szerettél szerepelni. Most így tájékozódtam, és volt egy olyan időszak az életednek, amikor te azért exhibicionista voltál, nem? Vagy az túlzás? Próbálkoztam. Mivel próbálkoztál? Én nagyon szerettem alkotni. A kreativitás már akkor is bennem volt, és
és nagyon szerettem olyan jelmezeket gyártani, amiket kiragadtam egy filmből például, és aztán bemutatni ezt egy ilyen közönség előtt. Nem titkolt szándékom volt jelmeztervezőnek menni egy időben, csak aztán közös megegyezés alapján mondták a körülöttem lévők, hogy ebből nem lehet megélni, nem biztos, hogy be tudok kerülni a szakmába. De az fontos volt, hogy az be legyen mutatva és közönség előtt? Tehát annak a dicsfényét te átél? Igen, mert ugye ezt úgy hívják, hogy costume playing, cosplay, és ott te karakterhűen előadod azt, hogy befestetted magad, vagy beöltöztél úgy, ahogy kell, és annak a karakternek a bőrébe bújtál. És ezt egy zsűri pontozza. Az egész egy ilyen, olyan, mint egy ilyen farsang az oviban. De hogy én ezt így imádtam. És végül nem abba az irányba mentem el, de azért időnként megcsinálok egy-egy ilyen, tudod, egy ilyen kis fejdíszet, vagy varrok valami olyan kis ruhácskát, és akkor úgy kélem magamból ezt is. Meg szoktad állítani néha a családtagjaidat is, hogy akkor most bemutatsz valamit, ugye? Tehát szavaltál, vagy mit csináltál? Énekeltél, szavaltál? Mindent. Nagyon szerettem szerepelni. Jó esett, amikor az emberek rám figyeltek. Nagyon meg akartam mondani a tutit, nagyon ki akartam énekelni magamból. Jól esett. És lehet, hogy tulajdonképpen ez a fajta szereplési vágy, ez itt nyer kibontakozást a te életedbe. Tehát a balesetnek ilyen értelemben, ha valamilyen perverz módon találunk is okozatát, mm-hmm. akkor ez, hogy egy pályára állított téged, hisz beszélhetsz arról, amit téged foglalkoztat, mi több, még az exhibicionizmusodat is csapra verheted kázi. Ugye ez egy nagyon bonyolult és egyoldalú gondolatkísérlet? Nem, van létjogosultsága. Azt mindig is éreztem, hogy szeretném a mondani valómat kimondani emberek előtt, és hogy ehhez van is talán képességem. És az, amikor felléptem például TEDx-en 16-ban, akkor realizáltam, hogy nekem ezt is kell csinálnom, mert kaptam valami úgymond ajándékot a sorstól, és ezt szeretném kibontakoztatni a saját javamra is, a közösség javára is, olyan az egészen win-win szituációnak éreztem. János, még egyet mondj meg nekem, kérlek, hogy arról beszéltünk, hogy a te kérdéseid mindig világ legtermészetesebb módján hangoztak el, függetlenül attól, hogy az illető zavarba jött, nem jött, belőled ez jött. Téged mivel lehet zavarba hozni? Érdekes kérdéseket teszel fel, mert most tudom, mert rögtön azt akart mondani, hogy nem lehet zavarba hozni, de ez nem igaz. De hogy mivel lehet zavarba hozni, azon hosszabban kéne gondolkodni. Én imádok zavarba hozni embereket. Ez miért jó? De szóval olyanokat csináltam már, hogy például a rádióba beálltam a liftbe, és olvastam egy újságot. És egyszerűen az érdeket, kinyit a liftet, a paliba jött, és a pardon, teljesen úgy, mintha a WC-re akarna menni, de valaki ülne benne a WC-n. Akkor rájött, hogy nem a WC, nem letoltgatja, hanem olvas egy újságot. Mert azt mondja, a lift megy, mondom, miért nem enne? Erre már nagyon elbizonyosodott, hogy talán ez egy őrült, és beszállt, és akkor megkérdezi tőlem, hogy én hányadikra megyek. Mondom, nekem tök nyolc. Ilyeneket százával gyártottunk. Te emlékszel olyan szituációra, amikor te nagyon zavarba jöttél? Amire úgy emlékszel vissza, hogy elpirultál, elöntötte az arcod a pír, ki akartál menekülni a szobából, te szetosza voltál. Biztos volt ilyen, csak az emlékező tehetségem igen gyatra, de tényleg, ezzel vannak problémáim, és nem tudok most neked mondani egy ilyen helyzetet. Nem tudok mondani, szívesen mondanék, de nem jut eszembe semmi. Te nem vagy szégyellős ember? Nem. Hm. Nem. Nem. Emlékszem, hogy a Kont Zsuzsa, akivel egy házban laktam, jött haza 1602-ben, szóval igen régen volt, hogy van a Lupa sziget, egy tó, uh-huh. és ott nudizni lehet, senki nincs ott. És akkor elkezdtünk, de nem mond meg senkinek. Jó,
kimentem, és azt találkoztam. Hát mondom, te idefél, van egy tó, lehet. Egyszer csak elkezdtünk egyre többen lenni. És én bennem semmiféle probléma nem volt, hogy mesztelenül vagyok a többi mellett. De azt én mondtam, volt egy-két rádiós kollégának is szóltam, hogy gyertek ki, hogy mi volna, ha a rádió elnöke jönne. És itt volna Hárs elvtárs anyaszült mesztelenül, és azt mondaná, hogy jó napot, Szilágyi elvtárs. És ott állnánk lógó pöccsel, és beszélgetnék a rádió elnökével. Ez hogy működne? De nem jött. Hogy nem? És akkor a feleségemet, a mostani feleségemet kivittem oda, ő viszont nagyon nehezen vetkőzött le. Szóval én mondom, hogy itt nem lehet felöltözve lenni, mert a többiek is. Azt akkor menjünk haza. Már nem emlékszem, hogy aztán hazamentünk-e, vagy végül levetkőzött, de ő nem vette ilyen természetesnek a dolgot. Hát nem tudom, mi lett volna, ha ugye arról szólt az interjú, mi lett volna, ha kérdésével. Én minden esetre örülök, hogy kettőtöket ültettelek egy asztalhoz. Lukovicki Rékát és Szilágyi Jánost látták, hallották. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük mi is. Köszi.